Mikor az ember belép Tóth Norbertékhez, szembe ötlik a falon egy vers, melynek kezdőbetűi szülővárosát Dunaföldvárt adják ki. Ez is, mármint a lokálpatriotizmus családi hagyomány, ugyanúgy, ahogy a szakmai alázat vagy az újítási kedv. Tóth Norbert arra is büszke lehet, hogy harmadszor választották alkotását Magyarország tortájává. Tudják önök, mit jelent a boldogasszony csipkéje? A népnyelv a málnát nevezi így, ezért kapta a kiváló édesség ezt a nevet. A mester azt mondja, nem lehet folyamatos fejlődés nélkül szinten maradni. Kell folyamatosan fejlődni, nem lehet megragadni egy szinten, viszont kell tartani a hagyományos klasszikus termékeket, és ugye a cukrászdába, amiket ugye mindig keresnek az emberek, egy almáspite, egyespite, mézes, krémes, emellett pedig ugye készítünk ilyen francia jellegű desszerteket is, ami már ugye innovatív termékek, tehát nagyon újak, különleges alapanyagokból, többféle textúrából állnak, mert folyamatosan fejlődni kell, nem szabad megragadni egy szinten, ha megmaradunk egy szinten, akkor tehát az nem viszi előre a dolgokat. 13 éves korom óta gyakorlatilag folyamatosan ezt csinálom, ez meg már több mint 25 éve volt, de tehát nem voltam rákényszerítve arra, hogy cukrász legyek, de szerintem 13 évesen nem tudja az ember eldönteni még, hogy mivel fog élete végéig foglalkozni, jó esetben élete végéig, és tehát adott volt a lehetőség, itt volt a helyzet, hogy ugye akkor cukrász leszek, és végül is beleszerettem ebbe a szakmába, meg lehet, hogy azt is mondanám, hogy bele is töröltem, mert ugye nem minden szakma, ez se csak a szépről szól, tehát ennek vannak azért rossz oldalai is, de egy nagyon szép szakma ez a cukrász szakma. Az elején még ugye azt mondom, hogy ezt kellett csinálni, ugye vinni tovább a családi hagyományt, és azóta, amióta abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy külföldi cukrászoktól, külföldi tanulmányútokon sikerült részt venni, tehát onnantól egy olyan jó 12 éve ez a szakmának tényleg a szép és a nagyon kreatív oldala az, ami tudja inspirálni így az embert, hogy teljesen új dolgokat, új alapanyagokkal folyamatosan fejleszteni, tehát az, hogy gondolkozni kell és folyamatosan előre nézni. Ez az, ami szerintem így motiválja az embert ebbe a szakmába. A Magyar Cukrásziparosok Országos Ipartestülete 13. alkalommal hirdette meg a Magyarország tortája versenyt augusztus 20-a tiszteletére. A magyaros ízvilágú az ünneppel vagy Magyarországgal összefüggésben hozható tortákat, recepteket várt az ipartestület, amely szigorúan csak a természetes és egészséges alapanyagokat tartalmazhatnak. Idén 31 torta közül választotta ki a szakmai zsűri azt a süteményt, mely méltónak bizonyult a Magyarország tortája címre. Tóth Norbert azt mondja, sajnos egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy kiszakadjanak a mindennapi rutinból, és részt vegyenek egy ilyen megmérettetésen. Számára, meséli, a gyermekei a legelső szűrők. És amikor jönnek valami újat készítek és megkóstolják, hoppá, ez nagyon finom lett, az nagyon jó esőérzéssel tölti el az embert. És ők megmondják, hogy a gyerek az kegyetlenül őszinte, hogy meg is mondják, hogy apa, ez nagyon finom, vagy hoppá, ez nekem most nagyon nem ízlik. Kedvenc süteményem van a millefeuille, a francia krémes, tehát a vajjal készült leveles tészta és egy ilyen vaníliás, tejszínes puding van benne gyakorlatilag. Egy nagyon egyszerű, de egy nagyon, nagyon egyszerű süti, és azt mondom, hogy szerintem az egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége, amit nagyon szeretek, de ugyanúgy egy mézes krémest, egy zserbót, egy almáspitét, és még a másik nagy kedvencem, az pedig a frezé, az pedig egy ilyen teleeperrel, és inkább azt mondom, az eper és a vanília az, ami hozzám úgy nagy, illetve a gyümölcsök és a vanília, ami hozzám úgy nagyon közel áll, meg a fagyi. A fagyit azt nagyon szeretem. Baj van a szakmában. Egyrészt hiányzik az utánpótlás, másrészt nagyon megváltozott a világ gasztrokultúrája, és ebben mi magyarok vesztesek vagyunk. Alig 100 éve még mindig tártuk a divatot, ma már csak követjük a trendeket, meséli. Sokszor azt szoktam mondani, ez is olyan, mint a magyar foci, hogy kicsit el vagyunk maradva, és tényleg el vagyunk maradva a külföldi cukrászoktól, de van az a réteg, aki a fiatalabb generáció, aki akar fejlődni, és fejlődik is, és képzi magát folyamatosan, hogy mi is elérjünk arra a szintre, mint a tőlünk nyugatabbra lévő országok. Egyébként ugye régen tőlünk tanultak, ugye a külföldi cukrászok, most nem mi tanulunk tőlük. Elég nagy a baj így a cukrász társadalomban, tehát a legjobban
Vannak ilyen évente megrendezésre kerülő ilyen cukrász találkozók, mint például a Cukrász Juniális, és évről évre egyre kevesebb kollega vesz részt rajta, mivel nem tudják ugye bezárni az üzletet, és nekik kell beállni ugye dolgozni a pult mögé, vagy a termelésbe, ezért nem tudnak eljönni. Tehát nagyon, nagyon, én azt látom, hogy nem nagyon akarnak az emberek dolgozni. És ugyanúgy a cukrász szakmában is, ugye a tévében látják a gyerekek azt, hogy hú, de szép, amit készítenek olyan mestercukrászok, de az a szakmának talán a 10%-a, amit ott lát. Addig el is kell jutni, hogy el tudjunk készíteni egy olyan tortát, vagy egy esküvői tortát, vagy egy figuratortát. Nagyon sokat kell ahhoz tanulni, és csak ezt látják. Tehát nem abból áll a szakma, hogy kiadok egy díszmunkát a kezemből, hanem tudni kell azt, hogy hogyan kell azt elkészíteni, hogy azt meg tudjam csinálni díszmunkára, és ez tényleg a szakmának talán a 10%-a. És a többi az meg ugye a termelés, a napi termelés, mert abból nem lehet csak megélni, hogy ilyennel foglalkozunk. És így hamar elmegy a kedve az embernek, meg ugye a napi 10-12 óra munka, ami azért úgy azért eléggé elhivatottnak kell lenni, és komolyan szeretni kell ezt a szakmát, hogy az ember ezt tudja csinálni szíve és lélekkel. A Boldogasszony csipkéje hivatalosan tehát augusztus 20-án a budapesti Várkert bazárban mutatkozik majd be. De Tóth Norbert azt ígéri, ha valakinek kedve van megkóstolni ezt a máldás szépséget, lesz-e alkalma még hosszú ideig.